Sziasztok, ha itt vagytok. Egyik nem fodrász csoportban, hanem nem tudom milyen hajas csoportban benne voltam egy darabig. Ez már gyakran előfordul, hogy belépek ilyen fodrász Facebook csoportokba, aztán néhány nap után kilépek belőlük, mert egyszerűen így annyi tag van bennük a csoportokban, hogy mindig valaki feltesz valamilyen képet, kérdést, valamit. És mikor tele van ezzel az egész Facebook, és semmi más nem látok, ami engem szakmailag jobban érdekelne, akkor aztán mindig megunom ezeket a csoportokat, hogy mindig csak azokat látom, és tudom, hogy lehetne úgy is, hogy követés leállítása, de én ki szoktam lépni. Na, benne voltam régebben az egyik ilyen csoportban, tényleg fogalmam sincs, mi volt a neve, és abban tette fel valaki a kérdést, hogy hosszú haja van, de oldalt ez a része, ez soha nem nő meg elég hossz, olyan hosszúra, mint a többi, sőt, mint hogyha egyáltalán nem is nőne, vagy még akár mindig rövidebb is lenne. És hogy ez miért lehet? És ugye van erről már egy jó pár videóm, hogy miért megy tönkre a haj, meg miért csak felül, meg törörö, és akkor persze van, amikor egészségügyi oka van a dolognak, és az miatt nem nő úgy a hajad, ahogy annak nőnie kellene. És ott is azt hiszem többen is írták, meg lehet, hogy még én is, hogy ugye mindig éri ott valami. Általában hajvasaló szokott lenni, tűrködöd, összefonod, tehát mindig valami olyan hatásnak teszed ki, amit nem tolerálnak jól a hajszálaid, és elgyengülnek. És ahogy elgyengül, elkezd a vége ugye felkopni, először csak a keresztmetszete kopik, aztán letöredezik, aztán rövidebb lesz. De van egy másik ok, amit szeretnék most elmondani, hogyha esetleg valakinek ilyen baja van, tudjon róla. Hogy ez egy tök logikus, csak szerintem sokszor nem jut eszetekbe, hogy a haj az oldala az innen nő. Tehát nem innen. Tehát itt egy fülnyi hossz az kimarad, magyarul ez a hajszál, amikor elkezd nőni, ahhoz, hogy leérjen ide, neki sokkal nagyobb utat kell megtennie, mint annak, amelyik innen nő. Vagy esetleg még lejjebbről, mert ugye az már rögtön itt van. És itt nő, a haj az mindenhol, a fej egész területén, minden egyes hajszál mindig ugyanannyit nő. Tehát egy hónapban egy centit, bárki bármit is mond, és ez is egy centit nő, meg a mellette lévő is, meg az alatta lévő is, meg mindegyik egy centit nő egy hónap alatt. De amelyik innen nő, az nőtt egy centit, mondjuk itt tart. Amelyik innen nő, az már itt nőtt egy centit, érted? És akkor ennek csak mondjuk 5 centit kell nőnie ahhoz, hogy eddig érjen, ami itt van, annak meg 15-öt. Na, ezért. Ez az egyik oka. A másik oka, hogy ugye a hajnövés. Tudjátok, így ez így kanyarog. Így jobbra-balra. Jobbra-balra. És vannak olyanok, olyan típusú hajnövések, amik itt annyira benőnek, és annyira nagy itt a, hát vagy kopasz folt, vagy pedig vannak ott ilyen kis hajpihék, ilyen kezdemények, de azok meg aztán soha az életben nem fognak megnőni. És a fölötte lévőnek meg ugye még ennyit kell nőnie ahhoz, hogy ugyanoda leérjen, mint a hátulja. És itt, ahogy ez tegyük fel, itt meg még hiányzik is, és itt, ahogy ez nő, kopik, vasalod, fújja a szél, süti a nap, áztatod a tengerbe, meg a Balatonba, meg az uszodába, vasalod, besütöd, nem használsz rá megfelelő hajápoló termékeket. Tehát mindent megteszel annak ellenében, hogy egészségesen tudjon nőni az a haj. Nem beszélve arról, hogy itt még vékonyabb is maga a hajszál, mint itt, a többi része, és mivel vékonyabb, sérülékenyebb. És nagyon kell rá vigyázni. És pont ezért van az, hogy ezeken a részeken nő meg a legkésőbb egészségesre. Tehát, hogy mondjam, ha valakinek mondjuk van egy hossz haja, és előre csináltad bele átmenetet, az utána azt az átmenetet visszanöveszteni az egy hosszra, az szinte soha nem is fogja tudni az előbb említett okok miatt. Értitek? Tehát, hogy kevesebb, van, amikor tehát annyival kevesebb, hogy hiányoznak részek hajnövésből, főleg
tipikusan egyébként vékony szálú hajaknak ez a problémája. Vastag szálunál, meg dúsnál, nyugodj meg, annyi van, mint az állat. A vékony szálú hajak azok, amelyik még vékonyabb, még hiányzik, a fejtetőn sokkal hamarabb elkopik, sokkal hamarabb elkezd hullani. Ha menopauzád lesz, nyugodj meg, ha vékony szálú hajad van, biztos, hogy hullani fog és kopni fog a fejtetőn. Bezzeg, ha dús meg vastag szálú hajad van, akkor alig, vagy nem. Ilyen a természet rendje, nem tudunk ezzel ellen mit csinálni. Úgyhogy ennyit akartam mondani. Tehát tulajdonképpen általában ez szokott lenni a baja. És sajnos nem tudok arról, bár tudnék valami ilyen hajvitaminról, vagy kenegetni, ráolvasni, nem tudom, kitépni, újra növeszteni, ami ezt megoldaná, vagy felgyorsítaná, de nem tudok semmi ilyesmiről. Ha esetleg valaki tud, akkor szóljon nekem is. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!